Nagy Géc jelképe a megmaradás temploma. Ott is emlékezők, ünneplők gyűltek össze a Magyar Világ Találkozó elnevezésű program keretében, hogy a magyarság kultúráját, hitéletét és történelmét éltessék. A határ közelsége, a helyszín múltja a magyarság határtalan összefogását erősíti az ideérkezőkben, véli a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Amikor ma itt vagyunk ezen a szépen felújított templomban és ezen a emlékhelyen, akkor eszünkbe kell, hogy jusson a magyarság küzdelme, sorsa, hányattatása, akár emberi erő akarta Kárpát-medencéből eltávolítani, akár a természet hatott oda, hogy rombolta az emberi környezetet, de valahogy mindig a megmaradás, az élni akarás benne volt az itt lévőkben, és ezt jelképezi ez a felújított templom, ezt jelképezi ez az emlékhely, és ez egyfajta üzenet az utánunk következőknek, hogy érdemes élni, küzdeni. A megemlékezés után bemutatták a felújított megmaradás templomát is. Kovács Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, az emlékhelyet turisták is felkeresik. Sikerült közel 1,5 milliárd forintot elnyerni ennek az épület együttesnek, komplexumnak a megvalósítására. Megmaradás templom azért is, hiszen a templom egyes részei Árpád korabeliek, megmaradás jelképe, hiszen 1920-ban Nagy Gészon át volt rajzolva a mai Romániához, és vissza rajzolták anyaországnak, megmaradt anyaországinak. Megmaradt 1970-ben a nagy árvízkor, amikor szinte mindent elvittek, ez egy épület állt itt Nagy Gécen, és ebből adódik, hogy mi lehetne a megmaradás jelképe, ha nem ez. A Magyar Világ Találkozó elnevezésű program keretében többek között Aranyos Apátiban, Csengerben is tartottak programokat, istentiszteletet, kerekasztal beszélgetéseket.